sziget, üdülősziget, és talán az első felparcellázott üdülősziget. A Luppa-szigeten vagyunk, Budapesttől északra, nagyjából a Szentendrei sziget magasságában, de a budai oldalon, és azt nézzük meg, hogy hogy néz ki ma az, amit 90 évvel ezelőtt hoztak létre. És mi történt 90 éve a Luppán? A sziget egyik különlegessége, ahogy egy cég, a Helvécia cég, a Dános és Fehér Páros cége ezt 1932-ben felparcellázta. Saját víztorony, ez ma már nincs meg, de csatornahálózat, villany és telefonvonal épült ki, a partvonalat pedig betonteraszokkal és lépcsőlejáratokkal építették meg. Aki telket vásárolt, egyben aláírta a Luppa Bizottság alapszabályát is az együttélésről, a területet pedig kétféle nyeles telekre osztották, a vízpartiaknak szolgalmi út járt befelé, a belsőknek közvetlen kijárat a Dunára. A sziget másik sajátos karakterét, az építészetét a vasbeton lábakon álló nyaralók adják, amivel a folyamatos árvizekhez alkalmazkodtak. A sziget ártérben van, tehát nagyjából évente egyszer elönti a víz. A parcellázott sziget pár éve szinte megtelt, a házakat pedig többnyire neves építészek tervezték, mint például Forbát Alfréd, Farkas Endre és György, vagy Dévényi Tamás. A Szentendrei Dunaágban a Duna óriási árvizei felül állandóan bontották, alul építették a szigetet, aztán 90 éve a parcellázó társaság az uszály számra odahordott terméskővel megerősítette, megadva ezzel a mai orsó alakját. De ki vagy mi volt a névadó? Sokáig legelőnek használták a szigetet, aztán volt Mészáros sziget, ugyebár amikor legelő volt, akkor a Marhák szigete is, de nevezték Petkó szigetnek, de a mai nevét, tehát a Luppát, azt az egyik hajdani birtokosáról kapta. A Luppa család a leggazdagabb pomázi szerb polgárfamília volt, az a bizonyos Luppa Péter pedig 1838-ban született, és egyetemistaként iskolatársával Bécsből a Fekete-tengerig végighajózták a Dunát. Aztán volt gazdálkodó, majd 1875-ben a környék országgyűlési képviselője is két alkalommal. Ő volt az, aki a mai Luppa szigetet beültette, a család kisé bizánci stílus a mauzóleuma egyébként ma is áll Pomáz Szentendre felé eső végén. A 700 méter hosszú sziget tengelyét egy sétány, egy gyalogsétány adja, a két oldalán óriás platánokkal, és itt érdemes is kicsit kitérni az itteni növényzetre. Az itteni platánokat elég közel ültették egymáshoz, ezért a fény felé törekedve sokkal magasabbak lettek. Legkorábban fűszfák voltak itt, aztán ültetett gyümölcsfák, az egyik mellékutcában van gesztenyesor is, és itteni különlegesség a bekerített fa, több épületnél is az élő fát beleépítették a házba vagy teraszba. Aztán Luppa Péter idején voltak még a rózsák, a helyi legenda szerint rendszeresen vitt be rózsát a parlamentbe. Az üdülőtelep alapítói között más hírességek is voltak, így például Molnár C. Pál, a híres festőművész, aztán a polgári radikális publicista Csécsi Imre, akiből én mellesleg az egyetemi szakdolgozatomat írtam, akiről a szakdolgozatomat írtam, és a Soros család, Soros György szülei, Soros Tivadar és a felesége építette ezt a házat 1935-ben. A fiúk szobája ott volt hátul, egy oszloppal, ahol ők éjszaka szabadon közlekedtek ki, illetve be. De igazából Kozma Lajos munkássága adott jelentős nyomot a szigeten. Ő a korai betelepülők között volt, és három házat is tervezett. A sajátja, az itt van mögöttem, ami két változatban épült meg, először csak három személyre építette, meg aztán később bővült is, de ami a lényeg, hogy merészen az akkori Duna fölé ugrott, ezt most látjuk, hogy a sziget itt azóta jelentősen gazdagodott, tehát már nincs víz a fölött, a merészen kiugró terasz fölött. Kozma a saját házának a falába egy kis kerámia táblát is illesztett, amin ő látható a szignójával, és ahogy a tervező asztal fölé görnyed.
A saját nyaralója mellett egyébként egy filmvállalkozónak is tervezett egy nagyobb weekend házat. Jelenleg ez az egyetlen műemléki védettségű ház a Lupán, és a közelben még egy ház tervezésében vállalhatott szerepet. A Lupa magasságában a budai oldalon valaha két római limeszőrtorony is állt, de ezeket a múlt században a budakalásziak hordták el építőanyagnak. A szigeten egykor kápolna, sőt cukrászda is állt, ezeket is árvíz mosta el. Ál viszont a diósféle kocsma volt, amit nyugodtan nevezhetünk a sziget szívcsakrájának. 1945 után, de inkább a 80-as évektől az élet azért nem állt meg, újabb házak épültek a szigeten, így például Dévényi Tamás két ütemben tervezte meg a Platán utcai házát. 1988-ban kezdte, aztán ezt bővítette 1993-ban egy toldalékkal, amit 6 betonnal töltött acéllábra helyezett, a két épületrészt pedig egy üvegezett híd köti össze. 1945-ben a Duna rekordárvizet produkált, ami szinte leborotválta az alapjairól a házakat, és az északi csúcs fáit is megdöntötte, a keleti oldalon viszont rengeteg iszapot rakott le. Talán a helytelenül megkotort Duna, illetve a folyamatosan emelkedő árhullámok, de az árvizek egyre jobban, egyre gyakrabban öntik el a szigetet. A Megyeri híddal aztán eljött a szigetre a jelen idő is. Hogyha a hídon autózunk, akkor egy-egy pillanatra azért beugrik a sziget déli csücskének a zöldje, de erre a csendes szigetre, a Lupára, így a zaj formájában végképp beköszöntött a 21. század.